Homo ludens, játszó ember, az vagyok. Így miért ne játszhatnék akár egy országgal is? Remélem megengedik nekem, mert én már megengedtem magamnak. Úgyhogy késő a nemleges válasz. Szóval inkább jöjjenek velem, tekerjük meg együtt ezt a helyet, amit mi magyarok oly jól ismerünk, vagy legalábbis ismerni véljük. Azért remélem tudok majd újat mutatni. Ha esetleg mégsem, akkor is szórakoztunk egy jót. Veszteni valójuk nincsen. Ha van olyan ország, amit mi magyarok ismerni vélünk, az talán Horvátország. De biztos, hogy ez így van? Ismerjük ezt az országot eléggé? Teszek egy kísérletet, hogy megingassam önöket ebben a hitükben. Hát kezdődjön az ingatás. A szomszédos és gyönyörű Horvátországban a következő útvonalat jártam be. Karlovac, Novigrád, Petrovagora, Rijeka, majd Gorski Kotár régióban Fuzsine és a Risznyák Nemzeti Park. Látható, hogy Horvátországnak egy szűk, északi-északnyugati régióját fogom megnézni, nem a klasszikus célpontokkal, és meglátják, mégis érdekes lesz. Károlyváros, Karlovac büszkesége, Dubovac vára, ami olyan családoké volt, mint a frangepánok, vagy éppen a zrínyiek, és arról nevezetes, hogy ez az egyik legépebben megmaradt horvátországi vár, és a legautentikusabb is. Dubovac vára a környező tölgyerdőkről kapta a nevét. A 13. században már biztosan itt állt, és ahogy említettem, ez a vár a mai Horvátország középkori építkezésének egyik legnagyszerűbb példája. Nem meglepő módon a magyar történelemből is ismert családok voltak a tulajdonosai. Manapság pedig egy szép fekvésű és kellemes hely, ahol irgalmatlanul meg lehet tömni az arcunkat. Dubovac várának belterében ülök, hihetetlen gyönyörű és idilli környezetben, de amiről itt beszélni akarok, az a gasztronómia, mert a horvát gasztronómia hihetetlenül csodálatos és változatos. 50 kilométerenként változik gyakorlatilag a jelleg a gasztronómiának, az ételeknek. Karlovac vagy Károlyváros mindig egyfajta találkozási helye volt a kultúráknak, és ez a gasztronómiában, az ételekben is megjelenik. Olasz, osztrák, magyar és a horvát ízek találkoznak itt, és ezt itt láthatjuk itt az asztalon is. Ez például, nem tudom, hogy mi, de úgy tűnik, mint egy ilyen fánk. Ismerős az íz, de sós. Sós. Most nagyon finom, és nagyon gusztó itt minden tényleg. Közben rájöttem, hogy ez az íz a csörögefánkra emlékeztetett a legjobban. A tányérokon elfekvő ételeken keresztül pedig remekül látható a város földrajzi fekvése. Nem véletlenek a magyar, osztrák és az olasz hatások. Aztán, ha jól megtömtük magunkat, edzésként érdemes a vár tornyába is fellátogatni. Innen ugyanis remekül látszik Károlyváros, azaz Karlovac elnyúló látképe. Dubovac várának tetejére könnyen föl lehet jutni, és innen gyönyörűen rálátunk Karlovacra. Innen egyébként semmi különöset nem látunk, egy ilyen átlagos kelet-közép-európai várost. Nem is gondolnánk, hogy a csillag, a belső része mennyi csodát rejt. Na ezt majd mindjárt jól megnézzük a földről is, de akkor jöjjön egy kis magyarázat, hogy mi is ez a csillag, amiről beszéltem. Ugye itt állunk Karlovacban, a folyók városában, de talán még érdekesebb ez az alak, az óváros alakja. Mi ennek az oka? Ezen a fotón láthatod ezt az alakot, de ez nem a pontos városalak egyébként, de mindegy. Miért néz ez így ki? Mert ugye ez úgy néz ki, mint egy hatályú csillag. A csillag itt kezdődik ennél a bástyánál. Itt látod az elsőt, itt volt a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik. Ez a hatágú csillag adja ki Karlovac óvárosát. És miért volt ez a hatágú csillag? Mert itt könnyebb volt kontrollálni a csatákat.
Erről és erről a bástyáról szemmel tudtad tartani ezt a területet. Erről és erről pedig ezt a részt tudtad kontrollálni, és a többi. Ezért hívjuk az óváros csillagnak. Ez teljesen olyan, mint Palma Nova Olaszországban. Mint Palma Nova Olaszországban és Nový Zámki Szlovákiában. És hogy miért hasonló Karlovac az olasz Palma Novához, vagy a szlovákiai Nový Zámkihoz, azaz Érsekújvárhoz? Mert mindannyian az ideális reneszánsz várostervezés mintapéldányai. Karlovac régi részei egy tipikus, idilli és szép kisváros képét mutatják, egy-két kuriózummal, mint ezek a fura, átlátszó könyöklők. A jobb szélen láthatunk nagyon érdekes ablakokat. Látszik, hogy alul is ki lehet látni, illetve egy ilyen könyöklőszerű dolog volt. Na, mit gondolok, miért volt ez, és kik használták? Természetesen a nők. Na és vajon miért kellett ez a nőknek, hogy meredeken, lefelé nézve is jól ki tudják figyelni a többi hölgy ruházatát, ne csak az utcafront szemben lévő részein lássák azokat. És ez teljesen komoly. Ahogy a ferencesek jelenléte a városban is nagyon komoly, mind a mai napig. Dobriden! Robi vagyok. Én Krunoszláv testvér. Hű, jó magas egy barát vagy. Hát igen, az vagyok. Krunoszláv testvér aztán beinvitált a ferencesek 17. századi kolostorába, ahol megmutatott nekem ezt-azt. Csak úgy szívtam be magamba az épület hűvös levegőjét, aztán nem sokára mást is, amikor a barát a lényegre tért. Vele. Hát erre számítottam a legkevésbé, hogy egy ferences kolostor közepén egy ilyen házi készítésű sört fogok kínni. Egészségetekre. Úgy látszik, úgy megörültem a váratlan italnak, hogy jól le is tegeztem itt mindenkit. Ezért elnézést, de az a helyzet, hogy az örömöm helyén való volt. Mert Krunoszláv testvér annyira tuti sört készített. Zsivili. Hogy mondod ezt magyarul? Egészségedre. Egészségedre. Élvezet volt ezután egy kicsit sétálgatni a város promenádján, na meg felkeresni a különleges Kacler pavilont. Régen itt volt ennek az óvárosnak a bejárata, ez egy ilyen őrbódé volt, manapság pedig a világ legkisebb szuvenír shopja állítólag a helyiek szerint. Na és ha már bent vagyok, jöhetett a biznisz is. Mi ez? Ez köd, Karlovácsi köd. Mi köd? Ez köd, igen, mert nekünk van 4 folyón Karlovácsban, és persze emiatt jó sok ködünk és ködös napjaink. És el akarjuk adni, mert több napsütést akarunk, tehát ködöt adunk el. Wow, ez nagyon érdekes, de ez csak szimbolikus köd, ugye? But it's just a symbolic for... Persze, ez szimbolikus köd. Ó, rendben van, megnyugodtam, most jobb. No, it's better. It's better, okay. Yeah. Atya ég, hogy lenne már igazi köd az üvegben? Ezt hogy gondoltam? Nehéz lett volna ettől nagyobb sületlenséget kérdezni. Mit tett ez a derék Krunoszláv testvér a sörömbe? Így meg kellett ezt most fejelnem valami nagyon erőssel. Úgy értem, egy nagyon erős helyszínnel. A film elején, ahogy említettem, ez egy olyan Horvátországról szóló mozi lesz, ami letél a hivatalos turista útvonalakról. Mi is alaposan letértünk, és csak azért merek ennyire letérni, mert tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen ember, akinek tetszenek az ilyesfajta elhagyatott helyek. A hatalmas acél és vasbeton csontváz neve Petrova Gora emlékmű, és a közeli Kordun és Bakia települések hősei dicsőítette fénykorában. A fasiszták ellen harcoló helyi partizánok kaptak 3000 négyzetméter alapterületnyi megemlékezést a 80-as években. Egy gond volt csupán ezzel az elhagyatott helyel, az, hogy nem volt elhagyatva. Hát úgy látszik, nem tudok elég egyedül lenni már itt sem, mert felfedezte magának ezt a helyet egy német televíziós táb is, és nem biztos, hogy be tudok menni, mert hogy forgatnak egy 2070-ben játszódó filmet, ami arról szól, hogy a harmadik világháború után hogyan élnek az emberek egy ilyen poszt-apokaliptikus világban. És ha a németek egyszer lezárnak valamit, arra mérget vehetünk, hogy az precízen le van zárva. A védelem pontosan ki van számolva, nincs behatolás, nincs appelláta.
leszámítva, hogy én mindenképpen be akartam nézni, és a gaz felől támadtam. Hát így néz ki ez belülről, így azért megnyugodva surrantam ki, mert hál' Istennek sokkal jobban néz ki ez kívülről. Szóval zárjátok csak le nyugodtan, a Fideszén! Szóval én nagyon vágytam ide jönni, itt vagyok, és azon gondolkodom, hogy ez úgy mégis micsoda. Szóval, hogy ez elvileg egy emlékmű, ugye az ember ilyenekkor arra gondol, hogy ez egy, mi lehet, egy szobor, egy épület, ez nem tudom, ez valami teljesen egy ilyen hibrid valami. Még azt is tudom, hogy mire szolgált, de hogy teljesen értelmezhetetlen nekem ez az egész, hogy ez így mi. De komolyan. Bár tudtam, hogy ez egy emlékmű, mégis felfoghatatlan volt ez az épület, szürreális volt. Halló, halló, hová kerültem? Mi ez az egész? Hú, de jól nézel ki, te romos, dögös acélcsontváz! Na és akkor az alternatív kitérő után térjünk vissza Karlovácsba, mert bőven van még mit mutatnom. Ahová érkezem most, a maga nemében egy igazi kuriózum, ugyanis tengeri akváriumokat rengeteg városban láthatunk, édesvízi akváriumokat szinte sehol. Itt viszont igen. Úgyhogy menjünk is be. Ez egyébként valahol tényleg fura, hogy szárazföld belsejében fekvő városokban is sokkal könnyebben bukkanhatunk tengeri akváriumokra, mint édesvíziekre. Egyszerűbben láthatunk cápát és ráját, mint olyan halakat, amik itt élnek körülöttünk. Szóval ezért is jó hely az édesvízi akvatika ebben a városban, no és azért, mert a tudomány magas igényeivel alkották meg. Az akvatikának az alapelgondolása és a megvalósítása is nagyon tetszik, ugyanis egyrészt remekül lemodellezi az eredeti élőhelyeket, másrészt követi a folyóknak a mozgását is. Ahogy bejövünk, egy lejtőn jövünk be, ami azt jelenti, hogy amikor bejövünk, akkor először a magas hegyeknek a patakjainak, illetve a folyóinak a halaival találkozunk, és ahogy mi is ereszkedünk, egyre inkább fölváltják őket azok a fajok, amik a, mondjuk a síkságokon felelhetők. Szerintem az emberek nagy része, aki eljön Horvátországba, egyből rohan a tenger felé, meg sem áll úgy közben. Én ezt hihetetlen nagy hibának tartom, mert ahogy láttuk, azért Karlovács szerintem megér egy kis időt. Most is itt vagyunk a környéken, Karlovácstól pár kilométerre, egy másik várban, Novigrádban, ahol éppen egy filmfesztivál zajlik így az ősszel, és hát hihetetlen jó itt a hangulat. Hát hogy ne imádnám, csupa jó fejember lazán és békésen jól érzi magát, miközben körbeöleli őket egy karakteres történelmi környezet. Dőlnek a jobbnál jobb filmek, és az este is hihetetlen balzsamos. Ha kihúztak volna nekem egy nagy, elegáns ágyat a vár közepére, boldogan elaludtam volna a szabad ég alatt. De nem ott aludtam, hanem máshol. Másnap reggel pedig ebből a másholból tartottam, Karlovács egyik folyója felé. Mivel Karlovács és környéke a vizek városa, a folyókban nagyon erős, ezért szerintem érdemes kihasználni, ha itt járunk. Én például most a Kupa folyón fogok egy historikus gabona hajóval tenni egy kört. Itt a Kupa folyón szeliden andalogva mondom el azt a tényt is, ami már itt-ott felbukkant információként eddig is a filmben. Mégpedig azt, hogy a városnak négy folyója van. A Kupa, ami egyébként nagyon fura módon a tengerközeli forrásvidékétől a szárazföld belseje felé folyik, a Mreznica, a Dobra és a Korana. Szóval ezért,
A sok folyó miatt adják veszik a ködöt, ezért van édesvízi akvatika a városban, és ezért vagyok most ezen a gabonahajón, amiről nem ártana megtudni néhány információt. Ez egy másolata a történelmi hajónak, amely a Kupa folyón járt a 19. században. Ezek a típusú hajók gabonát szállítottak a Kupán, a Száván és a Dunán. Szóval elkészítettük ezt a pontos másolatát a történelmi hajónak, és elég büszkék vagyunk rá, mert az elmúlt 150 évben nem jártak ilyen hajók itt. Karlovac egyébként a délszláv háborúban konkrétan a frontvonalak közvetlen közelében volt. Komoly károkat is szenvedett, és a mai napig látni lehet a 90-es évek elejének a nyomait, ami ebben a térségben pusztító volt. Karlovac egyik külvárosában, Turányban járunk. Itt volt a frontvonal, a délszláv háborúnak a frontvonala, illetve nem messze innen. És hát itt vannak a háborúnak az emlékei. De nem csak itt a múzeumban, hanem ha mondjuk még átnézünk az úton, még a házakon is ott vannak a golyónyomok. A háborús múzeum Turányban már Szabad téren is látványosan mesél a nem is olyan régmúlt eseményeiről, de a benti rész az, ahol a borzalmak jobban megérintik az embert. Amellett, hogy a világon a háborúkat értem a legkevésbé, egészen elképesztő volt abba is belegondolni, hogy a vörös fények a testemen azt jelentik, hogy néhány másodpercen belül körülbelül háromszor lőttek volna le. Kérlek, magyarázd már el nekem, miért volt Karlovac annyira fontos a háborúban? Ez a fekete vonal volt az elképzelt határa Nagy Szerbiának, ami magába foglalta Horvátország elég nagy részét, és Karlovac nagyon fontos volt, mert a horvát területek itt nagyon vékonyak. Ha Karlovac elesett volna, Horvátország két részre szakad. Igen, jól látszik, mert itt van Bosznia, itt pedig ez már Szlovénia. Pontosan. Hát ezért. De Karlovac nem esett el. Sőt, érdekes tény róla, hogy a történelem folyamán a várost erővel soha nem lehetett bevenni. Az pedig egy másik keserédes tény, hogy a múzeum alapját, ahol az eredeti téglafalakat még mindig lehet látni, Hotel Kaliforniának hívták a délszláv háborúban. Hiszen az egyébként szörnyű állapotban lévő hely jelentette a relatív biztonságot. A hangsúly a relatív szón van. Törékeny viszonylagosságot jelentett a frontvonalakhoz képest. Szóval erre az idézőjeles Hotel Kaliforniára épült rá a jelen múzeuma a hűvös üvegeivel. Beinduljunk meg most a tenger felé. Az egykori monarchia legnagyobb tengeri kikötője Fiume, mai nevén Rijeka volt a következő célom. Rijeka a horvátországi viszonylatban egy nagyvárosnak számít, mégis nagyon kevesen látogatnak el ide, nagyon sokan kihagyják, pedig nem kellene ez sem. Hát kétségkívül egyébként nem egy ilyen klasszikus, képeslapokra illő, mézes kalács szépségű város, de hát mitől lenne az egy izgalmas kikötőváros? Való igaz, Rijeka nem egy klasszikusan szép hely. Nem olyan, aminek megszínezett fotói látán könnybe lábad a szemünk, miközben egy kandalló mellett belefulladunk a 26. aprósüteménybe. Rijeka nyers és izgalmas, és egy igazán alábecsült hely. Pedig ez az a város, ahonnan a legkitűnőbb kulturális termékek érkeznek. A legjobb horvát zenék, a legmerészebb filmek innen indulnak és indultak el országszerte. Egy kreatív és inspiratív millió, ami 2020-ban Európa kulturális fővárosa lett, és ami az egyik kedvenc városom a földkerekségen, holtversenyben a grúz fővárossal, Tbilisivel. Például az ilyen bombasztikus részletei miatt. Bár szorít az idő, de ki nem hagytam volna a torpedó kilövő állomás romantikáját. Elképesztően impozáns, még így roskadozva is ez az építmény. Legalábbis az én kifacsart ízlésemnek való. És hogy miért van Rijekában torpedó kilövő állomás? Mert itt fejlesztették ki a világon az első működőképes önálló hajtású torpedót. 1866-ban már tesztelték is őket, és 1943-ban a gyártás csúcsán
Havonta 160 saját hajtású robbanó fejjel ellátott fegyver jött ki Rijeka világszínvonalú torpedógyárából. Mi itt Rijekában nagyon büszkék vagyunk ezekre a technikai vívmányokra, mert ez egy afféle visszaigazolása az emberi képzelet nagyságának, és hogy az ember hogyan tud fantasztikus technikai dolgokat megalkotni. És ezek a torpedók teljesen autentikusak? Ezek eredeti torpedók az osztrák-magyar időkből? Igen, itt találhatsz nagyon sok torpedót az osztrák-magyar monarchia idejéből, az eredeti Rijekai torpedógyárból, ami 1875-ben kezdte ezeket gyártani. Örültem neki, hogy egy ilyen különleges helyre bejutottam, mint a Torpedó Múzeum, ami ráadásul ott jártamkor idéglenesen be volt zárva. Úgyhogy nagyon értékeltem az itt töltött perceket, talán túlságosan is elveszítettem az időérzékemet ezek között a hideg és nehéz fegyverek között, pedig még sok érdekesség várt rám. Rijeka természetesen nem csak a kikötői romantikáról szól, és a torpedókról, hanem például itt van ez a csillagászati centrum, ez a csillagászati központ, ahol elég komoly tudományos munka zajlik. Bizony, komoly tudományos munka is folyik itt a falak között, csak volt egy kis bökkenő a bejutással. De sajnos ezt a tudományos munkát most nem tudjuk megnézni, mert elég sok időt eltöltöttünk a torpedóknak a bűvöletében. Közben a hölgy, aki itt volt, elment vacsorázni és bezárta az egészet. Úgyhogy majd legközelebb. Hát így torpedóztam ki magam a nyitvatartási időn kívülre. De szerencsére mindig van hová menni és mindig van mit mutatni. Csak a dolgokat néha nem egyszerű kimondani. A következő helyszínünk Rijeka egyik igazi szimbóluma, Czát. Hogy kell mondani? Tüszet! Szóval ilyen tüsszentésszerűen lehet a legkönnyebben a helynevét kimondani. Czát. Szóval Czát ma már Rijeka része. Ráadásul egy nagyon kellemes része. Egy régen a városban élő magyar hölgyel pedig arról beszélgettem, hogy ez a része a mai Rijekának nagyon régóta lakott. Történelmileg nagyon gazdag háttérrel rendelkezik. Egészen, ha visszamegyünk az illérekig, a libur törzsekig, akik itt telepedtek meg, még a bronzkorban, utána pedig a rómaiak pont ezt a tornyot használták kilátótoronyként, és később pedig a frangepánok főhadiszállásává vált a középkorban. De a lényeg talán mégsem ez, hanem az, hogy a vár egy igazi élettere a helyieknek, használják. Engem ez mindig felvillanyoz. Na és persze az, hogy innen a várból lehet a legjobban rálátni a városra. Új nap, új helyszínek ebben az izgalmas városban. Kezdjük az egyik legtipikusabbal. Rijekában kihagyhatatlan a mindennap nyitvatartó piac, reggel 7-től délután 2-ig van nyitva, és azt is tudni kell róla, hogy dél után egy picit csökkennek az árak, szóval érdemes akkor esetleg idejönni rabolni. Három pavilon van, van egy sajtos, hústermékes, vannak zöldséges gyümölcsök, és az utolsó a halas. És még azt szeretném mondani, hogy a gyümölcsök itt nem gyönyörűek, nem fényesek, kicsik, csúnyák, de iszonyatosan finomak. Szóval igen, ezek a gyümölcsök és zöldségek, és az egész piac. A mai Rijeka egyik legtipikusabb ékessége. A piacra szokták azt írni az ajánlásokban, hogy kihagyhatatlan. Egyetértek velük. És valahogy én is rendszeresen elkeveredem mindenhol, mindig a halak közelébe. Én nem tudom, előbb-utóbb mindig kiukadok egy halpiacon minden filmben, lehet, hogy az belőlem fakad. Egyébként maga az elegáns csarnoképület önmagában is megér egy látogatást, de itt is az élő és barátságos hangulat talán a fő vonzerő.
Emellett kaphatunk egy pillanatképet arról is, hogy a város gasztronómiája friss és finom tengeri halban mennyire erős. Rijeka az apró meglepetések városa is. Szürreális látvány a város közepén elrobogó mozdony. Vagy éppen egy érdekes torony a tipikus turista poénokkal. Rijekában és a hozzá hasonló városokban pontosan azt szerettem, hogy föl kell fedezni, meg kell találni a kis kincseit. Nincs az arcunkba tolva minden. Itt ez egy harang, mögöttem pedig egy ferde torony. Amit még nagyon szeretek, az a kikötőváros eklektikussága, ami mégsem egy összevisszasággá, hanem egyedivé teszi az egykori Fiumét. A közép-európai és mediterrán hagyományokat elegyítő építészete egyszerre teszi ismerőssé, és valahogyan mégis mássá a várost egy magyar szemének. Számomra az egyik legfőbb vonzereje Rijekának az eklektikussága, hiszen a nagyon moderntől, a nagyon-nagyon moderntől, hogyha elnézünk balra, 4.-5. századi római emléket találunk. És ezen túl még itt a tenger, ami kékével és illatával mindig ad egy óriási pluszt a településeknek. De még nem fogytam ki a várossal kapcsolatos kis érdekes történetekből. Rijekának rendkívül sok kis apró története van, mögöttem látható például ez a felhőkarcoló, a helyiek így hívják. Na ez például Al Capone-nak a pénzéből épült. Legalábbis állítólag. De tényleg, mi van emögött a történet mögött? Tehát mi a története ennek a felhőkarcolónak és Al Capone-nak? Mi az igazság? Oké, mikor a történetről és az igazság tartalmáról beszélünk, a valódi igazság mindig középen van. A sztori és a városi legenda szerint ennek az épületnek a megépítését Al Capone finanszírozta csempészetből, prostitúcióból és szerencsejátékokból befolyó pénzekkel az USA-ból. A történet szerint a gengszter anyja Rúzsa eredetileg Rijekából származik, és az a hír járja, amikor egy rijekai taxis, aki kivándorolt az USA-ba, egész pontosan New Yorkban elkezdett sofőrködni, és Al Capone könyvelőjét szállította ide-oda. Ez a könyvelő, Marco de Albori Olaszországból származott, és felfedezte a sofőr rijekai akcentusát, és elkezdtek beszélgetni. Szóval a sofőr lassan rájött ezekből, hogy az 1939-ben befejezett magas épület mögött tulajdonképpen Al Capone pénze áll. A chicagói alvilág után pedig éppen itt az ideje, hogy meglátogassuk a rijekai alvilágot is. Egész Rijeka alatt alagútrendszerek húzódnak, vannak olyan alagútak, amik a szlovén határig is elmennek, vagy éppen Opatiáig. Ez a rész, itt ez az alagút rész, ez egy ilyen 1,2-1,5 km. Az is nagyon tetszik ebben a városban, hogy a felszínen durva hatása van, de én mindig azt tapasztalom, hogy hihetetlen barátságos és életteli. De azt is tudja nyújtani, ha esetleg valami hagyományosabbra vágynánk. Mögöttem látható az egykori kormányzói palotai épület, manapság ez már történelmi múzeum. A történelmi múzeum, ahová én csupán egyetlen dologért jöttem. Ez a múzeum hatalmas, amiért én most idejöttem, az ez a mentőmellény, ez a Titanicról származik, 5 van belül a világon és 1 Európában, az pedig itt van. Ám Rijeka Horvátországnak nem egy klasszikus, hanem inkább egyfajta alternatív központja, sok-sok fura dologgal. Így érdemes ezeket keresni. És mivel én is mindig elég fura voltam, minden ilyesminek nagyon tudok örülni. Egy nagyon különleges múzeumba jöttem, itt áll mögöttem Cveto,
Szia, Cvetó, be tudsz minket ide hívni? Persze, igen, kérlek. Ez a hely a régi asztali számítógépekkel, nagy billentyűzetekkel és klasszikus kézi videójátékokkal tulajdonképpen egy technológiai múzeum. De az alapító Cvetó egyszerűen csak anti-múzeumnak hívja. Mert be lehet ülni, akár egész nap, és mindenhez hozzá lehet nyúlni. Hát persze így, én is jól megfogdostam egy kőkorszaki gépet. Hű, most visszajött az egész gyerekkorom ezekkel a játékokkal. Általában úgy volt, hogy már reggel 8-kor fölkeltem, de előző este alig tudtam aludni, mert egy utcában csak egy embernek volt ilyen játéka, de neki is csak ilyen kazettás, mert a flop is az nagyon drága volt. Na úgyhogy fölkeltem 8-kor, átmentem, és ilyen szívszakadva vártam, hogy hát ha rám kerül a sor, de kb. Az egész utca ott volt természetesen, úgy 2-kor jó eséllyel tudtam egy 5 percet játszani, aztán kényszeredetten hazamentem ebédelni, aztán vissza megint, és akkor ilyen este 7-ig, amíg lehetett, ott ültem, és akkor még egyszer 5 percet tudtam játszani. Úgyhogy most bepótolom az elveszett gyerekkoromat. Mi a célod ezzel a múzeummal? A célom? Igen, mi a célod ezzel? Miért csinálod ezt? Mert szerettem, egy állami cégnél dolgoztam 15 évig, és amikor... Na figyelj, bocs, de te szereted a munkád? Igen. Igen, oké. Érzel egy követ a gyomrodban, amikor bemész dolgozni? Nem. Nem? Na látod, ez az. Nagyon jó munkám volt, szuper fizetéssel és állandó, biztos fizetéssel minden hónapban. De tudod, én ezzel a kővel a gyomromban jártam be minden nap dolgozni. Aztán elég volt, eljöttem és totálisan erre a helyre fókuszálok már. A szívemnek oly kedves Riekát most fájó szívvel elhagyom, és visszaindulok az ország szárazföldi belseje felé. Horvátország zöld tüdejét fogom meglátogatni, Gorski Kotárt, ami szintén egy olyan régió, ahol nagyon kevesen állnak meg. Gorski Kotár régió egy karsztos terület, így nem meglepő, hogy gyönyörű barlangokat találunk itt, mint például a Vreló, ami 4 millió éves. A Fuzsinében található barlangot ezelőtt körülbelül 70 évvel egy véletlen folytán fedezték föl, amikor a Bayer tározót kezdték építeni. A barlang forma kincse gyönyörű, ám barlangokban gazdag budapesti lakosként engem már nagyon meg kell lepni barlangbelsőkkel, hogy elaléljak. Azért egy kicsit meglepődtem. Ez a totemoszlop a Vreló gyomrában azért elég különös. A barlangban az is szimpatikus egyébként, hogy elég egyedülálló módon mozgáskorlátozottak és kerekesszékesek is látogathatják. És akkor adjunk értelmet a totemoszlopnak. Rockwellben járunk, ahol a Karl May regénye alapján megírt nyugat-német jugoszláv koprodukcióval elkészített 60-as évekbeli Vinnetú című filmet pár évvel ezelőtt újra elkészítették. Többek között ezen a helyszínen. Jó haverom a sheriff, pedig azóta, mintha egy kicsit beleragadt volna a szerepébe. Mi egy nagyon kis városban, Roosevelt-ben vagyunk most. Ez az egész az Új Vinnetú című film miatt lett felépítve 2015-ben. Itt minden úgy néz ki pontosan, ahogy annak idején a vadnyugaton kinézett. Úgy, mint a temető, a templom, a kocsma, a cipőkészítő műhely, vagy éppen az én hivatalom, a sheriff hivatala. Egyébként hangulatos egy hely. Én élveztem az atmoszférát, sőt, ráakadtam az eredeti észak-amerikai őslakos szereplőgárda egy fotójára is. A Karl May regénye alapján készített Vinnetú című filmet nagyon sokan faltuk gyermekkorunkban, hiszen ez egy indián történet. Egy mexikói lányjal, egy német fiatalemberrel és egy albán Vinnetúval a főszerepben.
Szóval vicces ez a hely, de Ivana Erceggel, a horvát turisztikai hivatal budapesti vezetőjével a Bajer-tó mellett sétálva már egy kicsit komolyabb témákról beszélgettünk. A magyarok és Horvátország viszonyáról. Ivana, a magyarok hivatalosan ismerik Horvátországot, de merméd azt mondani, hogy tényleg ismerjük Horvátországot? Nézd, a magyarok egészen jól ismerik Horvátországot, de csak néhány vidékét az országnak. Azt biztosan mondhatom, hogy a magyaroknak komoly tudása van a horvát partokról és szigetekről. Nem mindegyikről, de a legtöbbről. De a belső részekről, a szárazföldi vidékekről biztos vagyok benne, hogy a legtöbb honfitársadnak fogalma sincs, hogy egyáltalán hogy néz ki. És meg lennének lepődve a legtöbben, ha egyszer-egyszer megállnának valahol útban a tenger felé. Ivana és a Bajer-tó után pedig irány egy nemzeti park, ami nagyon közel van már a szlovén határhoz. A Risznyák Nemzeti Park Horvátország 8 nemzeti parkjának egyike, és a hiúzokról kapta a nevét, mert hogy itt él mind a három nagy ragadozó, a hiúz, a farkas és a medve is, és remélem egyikük sincs mögöttem. A Gorszki Kotárban elterülő erdős hegység tehát legnépszerűbb lakójáról, a Riszről, azaz a hiúzról kapta a nevét. A Nemzeti Park területe 64 négyzetkilométer, és nagyon különleges a fekvése. Itt találkozik az Alpok a Dinári hegységgel, illetve a földközi tenger térsége a Pannonsíksággal. Ezért jellemző itt majd minden erdőfajta, valamint számos növényritkaság. A természetbarátok igazi paradicsoma, és még fantasztikus karsztképződményeket is találhatnak errefelé, a geomorfológiára vevő ingyencek. Az alapvető jellemzője ennek a nemzeti parknak az erdőtársulások, az erdőtípusok. 16 fajtája található ezeknek a Risznyák Nemzeti Parkban, ami alapvetően az összes erdőtársulás kishelyen, ami ebben a régióban, Gorszki Kotárban megtalálható. Utamat ebben a kevéssé látogatott horvátországi régióban egy hatalmas és kecses vízesésnél zártam. Még akartam egy utolsó gyönyörködni hazaút előtt. Hát remélem, tényleg jól sikerült ez a kísérlet, és valóban tudtam újat mutatni. Ezek nem járatlan utak voltak, mert Horvátországban nem biztos, hogy vannak ilyenek, de mondhatjuk, hogy kevésbé jártak. Legalábbis általunk. Pedig megérdemlik a megállókat és a hosszú, mély pillantásokat. Én például hihetetlenül feltöltődtem tőlük. Petrovagora kibelezett nagysága, Karlovac csillaga, Gorszki Kotár üde zöldje mind-mind simogatták a lelkemet. Nem is beszélve Rijeka durva vagányságáról és szívdöglesztő különutasságáról. Az mindig odaver.